Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain Tudás én Pinke vagyok, és a mai videóban arról fog beszélni, hogy akik Oroszországban vannak és az OKX-en tartják a pénzüket, azok bajban vannak, ugyanis blokkolták a weboldalt Oroszországból, nem lehet hozzáférni. Aztán a második ír arról szól, hogy az OpenSea egy új funkciót vezetett be, hogy aki több NFT-t vásárolna, ez egészen 30-ig skálázható, az bizony ezt most megteheti egyetlen egy tranzakciós díjjal is, az azonos bokláncon lévő nft van itt. Szóval a harmadik hét pedig arról szól, hogy ugye pár nap előtt beszéltem a Celsius X járól aki állítólag 10 millió dollárnyi kriptót vett ki a Celsiusból, még mielőtt betiltották ugye itt a kiutalásokat, de most kiderült másik két ilyen executive hogy bizony ők is éltek ezzel a lehetőséggel, és ez már így összeadva 56 millió dollárnyi kriptó, szóval kezd ez a situ kicsit érdekes lenni. Nos, ezekről szól a mai videóban, és persze hozom majd a felek robotot a videó második felében. És hát óriási az izgalom a részemről, ugyanis itt a Bátortábor gyűjtésnél ugye most már csütörtök van, aztán péntek-szombat, vasárnap van a maraton, és már csak nem tudom mennyi, 188 ezer forint hiányzik a 3 millió az érke. 2 millió 800 ezer forint már összegyűjt 168 támogatásból összesen, és nagyon tényleg nagyon klassz úgy szeretnék elrajtolni, hogy, hogy, hogy ez legyen meg 188 egy közösségnek, amikor naponta több ezeren nézitek meg ezeket a videókat, szerintem abszolút nem egy összeg, ezt össze tudjuk tenni. Van egy baromi jó hírem a cégeknek, ha esetleg ez, ez még senkinek nem jutott volna eszébe. Nézzétek meg, ez csak egy tip. Szóval hív fel erre a munkahelyet figyelmét is, még abszolút időben vagy. Mert a lényeg az, hogy ha egyéni vállalkozó vagy, vagy cég vagy, és így támogatod, akkor bizony ez a támogatás 120%-os adó lehetőséget jelenthet. Tehát igazából 120%-ban leírható ez az adóból a cégek esetén. Kérdezzétek meg nyugodtan a könyvelőtöket, tehát hogyha egyéni vállalkozó vagy, hogyha cég vagy, akkor bizony ezt így meg tudod lépni, az igazolás pedig a bátor tábor természetesen kiállítja a cégedre, amit ugye oda tudsz adni a könyvelődnek, és akkor ezt így meg tudja oldani. Tehát Szerintem ez egy olyan lehetőség, hogy nem csak magánembereknek hívjam fel erre a figyelmét, és így ez a szánd szerintem még túl is tudjuk, túl is tudjuk szárnyalni, de ez egy nagyon-nagyon ez ez egy klassz dolog. És én azt mondom, hogy, hogy csatlakozz te is ehhez a rekordkísérlethez. Ugyanis, hogyha megvan a 3 millió forint, akkor így élménykülönítményes futással gyűjtött ö, Adomány. Na ez lesz a mindenkori rekordja. Még soha így élmét különítményesként <coughs> senki nem gyűjtött össze 3 millió forintot, és ez azt jelenti össze, hogy oké. Okay, én futok, mert hogy valahogy meg kell ezt a, a futást is vállalnia, de az egészet a BCB közösség e, teszi össze, amiben én is részese vagyok, én is beletettem, ti is beleteztek, és innentől kezdve tényleg beteg gyermekek és családjaikat tudjuk ezzel segíteni. Ez egy nagyon-nagyon e, klassz cél. Gyertek ki nyugodtan a maratonra szurkolni, keresétek meg a lila pólósok sátrát, az is ott vannak. Szurkoljunk együtt a többieknek is. Én mindig, amikor futottam, így volt a félmaraton, és ha lát egy ilyen bátortáborost, akkor mindig mondtam, hajrá bátortából, nagyon klassz szurkoló csapatuk van, lehet velük pacsizni, van ilyen utazó szurkoló csapatuk, hogy ez ide is odállnak, aztán elhaladt a tömeg, mennek autóval, a következő körbe odállnak, tehát hogy tényleg nagyon lelkesek. És legyél ennek a részese, érd ezt az élményt, tök dolog. Szóval, és már tényleg 188 000 forint, a 3 millió cél. Már nagyon közel vagyunk a finisnél. Na, ennek nagyon örülök, és ha ne felejtsétek el, hogy ez a link, ami itt van a videó alatt, ide visz a bátor táborra. De ugyanúgy, hogyha tanulni szeretnél a Patreon csoportot, többi 170 videó van, rengeteg érdekes, hasznos információ. Ugye novemberben lesz a következő Patreon találkozó, és is mindig jól sikerült. Teltház volt a múltkor is, az azelőtt is, tehát egy, egy nagyon klassz csapathoz tartozhat. Szóval itt vagy a BCB keretein belül a akkor szerintem jól fogod érezni magad, és itt van a kriptos könyv, kurzusok, Ledger tárca, Binance, és még sorolhatnám. Na de akkor nézzük meg már is, hogyan is néz ki jelenleg a piac. Bitcoin 20.162 dolláron, ami azt jelenti, hogy hát szinte helybe topogás az elmúlt 24 órában Ethereum, kicsit több mint 1%-ot -ok ment felfelé, és 1360 dolláron jelen pillanatban. Aztán nézzük meg a nyerteseket, Ethereum Name Service vezet több mint 10%-kal, Trust Wallet körül 8-9% között, és Casper pedig 6%-ot ment itt a top 100-ban, ők a listavezetők, és Terra Luna Classic lenne, aki az élen áll a vesztesek között, közel 4%, XDX Network pedig 2,7%, és ZCash 2%-kal a harmadik helyen ezek abszolút nem jelentős esések a kriptóban. Hogyha megnézzük a gyertyacsártot itt a bitcoinnál, akkor lehet látni, hogy szeptember közepe óta, tehát nagyjából ugye innen számítva, akkor bizony ez a 18.500 és 20.500 közötti mezőben vagyunk. Itt volt kétszer is egy ilyen próbálkozás, és még most is ebben a próbálkozásban vagyunk bizonyos értelemben, amikor próbálták meghódítani a, 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 a gyertyák ezt a 2500-as szintet, de most kétszer is ugye ed már visszakoppantunk innen. Tegnap beszéltem arról, hogyha a Fed megváltoztatja egy kicsit a politikáját, és visszavesz ebből az őrült kamatemeléses tempóból, mert van azért egy nyomás rajtuk, akkor bizony az kicsit változtathat itt az év utolsó szakaszában, ugye még két Fed ülés mindenképpen van, de összességében rossz helyzetben a gazdaság, összességében itt van a tél, Ugye itt vannak az energiaproblémák, Európában ö, is van bőven gond, nem csak a háború, hanem még ezzel kapcsolatos egyéb dolog is. Szóval azért nem állunk túl fényesen, ezért nehéz, nehéz időszak vár ránk, de ennek ellenére persze lehetnek ebbe az időszakban rallik, mint azt már itt is láthattuk, itt is volt egy ralli, tartottam ameddig tartott, aztán utána most éppenséggel itt vagyunk, de legyünk fölkészülve mindenre, ez nagyon fontos. És akkor nézzük meg az első hírt. Az első hír pedig akkor arról szól, hogy az OKX weboldalát, ami kriptovaluta váltó, blokkolták Oroszországban. Azért is hoztam ezt a hírt, ugyanis ez egy dolog, hogy most az oroszokat érinti, de hogy legyünk az a tisztában tényleg, hogy ha egy kriptovaluta váltón tartod a pénzed, akkor sok mindennek ki vagy szolgáltatva, nem csak annak vagy kiszolgáltatva hogy meghekelik a váltót és lenyújják a pénzt. Oké, ez is előfordul. Ezek régen voltak, most már azért egyre biztonságosabbak a komoly váltóknak a rendszerei, tehát azért nem olyan könnyűket meghekelni, van rá precedens, de azért, azért nem. De még régen a Binance-et is megtudták, tehát hogy nem azt jelenti, hogy, hogy nem lehet. De emellett viszont számos más szabályzásnak vagy kiszolgáltatva, hiszen ez ugye ezek centralizált váltók, innentől kezdve igenis hat rájuk, hogy az adott országban hatalmi szerv éppenséggel, hogy dönt velük kapcsolatban, és így nekik is ki vagy szolgáltatva. Ez történt például itt Oroszországban az okx el hogy e, itt van ez a bizonyos e, Nadzor, ugye ez az állami média, ilyen, e, nem tudom, e, figyelő szolgálat, és ők bizony úgy döntöttek, hogy e, blokkolják az OKEX-nek a weboldalát e, Oroszországban, hogy ne lehessen hozzáférni. Arra hivatkoznak, hogy olyan információk vannak az oldalon, ami mindenképpen piramis játékkal összeköthető, de több információt igazából erről nem mondtak, csak meglépték ezt a lépést. És hozzátették, hogy persze de már nem ők, hanem hogy ugye a tény, hogy VPN-en keresztül azért még hozzá lehet férni, viszont az OKEX abszolút a orosz nyelvű diszkordján ezt mondta, hogy az abszolút nem javasolja, mert ez mindenképpen rizikós lenne. Szóval, hogyha Oroszországból szeretnél az OKEX-hez hozzáférni, mert ott van mondjuk fent a pénzed, kriptód, akkor bizony problémával ütköztél egyébként. Pont az okex re még emlékszem itt a csatornán. 2020. novemberre, decemberében ugye volt az a helyzet, amikor másfél hónapig nem lehetett kiutalni, tehát nem egy ország területén, hanem egy unblock. Tehát velük már azért volt probléma, de azért hozzáteszem, Oroszországban érdekes dolgok vannak. A maga a Binance is be volt ott tiltva 2020. szeptembere és 2021. január között, aztán ezt uh, feloldották, ezt a tilalmat, és egyéb más dolgok is lehetnek. Tehát a nem olyan nem mindegy, hogy a helyi szabályozók ugye milyen döntéseket hoznak, és ennek te mindenképpen ki vagy szolgáltatva, tehát nem csak abba gondolkozzatok, hogyha megkelkedik a váltót, mi lesz hanem mi van akkor, hogyha a váltó nem elégedett azokkal az adatokkal, amit te beszolgáltattál, akár itt a kyc gondolok, és akkor azt mondja, hogy jó, köszi szépen, akkor te nem, vagy pedig az adott országban, ahonnan szeretnél hozzáférni és élsz, vannak problémák, vagy az adott országnak van problémája a szabályzás szempontjából azzal a váltóval. Na mindegy, szal, rengeteg-rengeteg kockázat van ebben, tehát mindenki ezzel legyen tisztában, és ennek tükrében tartsom bármit is a váltón. Mm. Jó, ez volt az első hír, amiről beszélni szerettem volna. A második hír, az pedig az OpenSea-vel kapcsolatos, ugyanis van egy módszer, amivel ha több NFT-t szeretnél vásárolni, akkor ezt most már olcsóban megteheted. Jelen pillanatban azért bátran kimondhatjuk, hogy az NFT piac óriásit esett, az open szín is tényleg az NFT volumen több mint 90 valány zuhant a csúcsidőszakhoz képest, de azt is tudjuk, hogy többen vannak, akik pont ebben az időszakban olyan projekteket akarnak vásárolni, amiben azt mondják, hogy hisznek a jövőben, viszont mivel mindennek lent van az ára, úgy, mint valaki egy kis kriptolutát vesz, Ebben is baromi nagy a kockázat, hogyha NFT-t vásárolsz, tehát ezen mindenki legyen tisztában, de esetleg bejöhet az, hogy most olcsó megveszi, és lehet, hogy a következő NFT-s bika van pedig nagyon szépen felmegy ennek az értéke, és akkor tudja értékesíteni. Viszont, hogy egyesével megveszed ezeket, pláne, hogyha ez az Ethereum blokkláncon van, az nem túl olcsó sokszor, hiszen drága a gas fee. Ezen ugye a merge sem segített, azért ezzel tisztában vagyunk. Itt pedig azt lehet látni, hogyha több NFT-t veszel, akár 30 NFT-ig fölmehetsz, egy adott blokkláncon, mondjuk akkor az Ethereum blokkláncon lévő NFT-kről beszélünk, akkor ezt egyetlen egy tranzakcióban meglépheted, ugyanis van más is egy ilyen kis plusz gomb, amivel, hogyha rányomsz, akkor úgy összetudod adni a bevásárló listádat, kicsit vehetjük így, és a végén pedig egy tranzakciót indítasz, és így fogod megvásárolni az NFT-ket. Tehát, a gas az jelentős mértékben csökkentett, nem egyesével fizetett ki minden NFT-nél, hanem egyszer kifizetett, és azért az a 3, 5, 10, akár 30 NFT, akkor megérkezhet a tárcádra. Ezzel lehet most akkor spórolni, akit ez érdekel. Nyilván ez egy olyan lépés az OpenSea részéről, hogy szeretne ugye még mindig forgalmat generálni magának, ami baromira lecsökkent, és hát ha ez motiválja az embereket, hogyha egy jó, áron lát egy NFT-t, akkor ne azon vakarja fét hogy jó, de hát még mennyi lesz a geszfiehez, ehhez, hanem akkor tényleg azt mondja, hogy jó, egy párat összedobunk, és akkor egy tranzakcióban. Na, ez csak egy lehetőség, amire fel akartam hívni a figyelmet, és egy újítás az OpenSea részéről, ami a legnagyobb ilyen NFT ö, piactér. A következő hír pedig arról szól, hogy a Celsius vezetői úgy látszik, hogy nem csak az ex-CEO, hanem többen is vannak, akik elkezdték kilapátolni a pénzt, még mielőtt ugye bejelentették, hogy teljes blokk van a kiutalásokban, és ugye csődvédelmet kérnek. A Terra Luna után a Celsius volt a másik ilyen botrányos dolog itt a kriptó világban ebben az évben, és ugye ez egy landing platform, aki ugye nagyon szép ö, hozamokat ígértek azoknak az embereknek, akik ugye oda bezárják a pénzüket, de hát azért tudjuk, hogy ezeket a hozamokat úgy tudták megvalósítani, hogy kamikáze módon mindenféle tőkátétels dologgal dolgoztak, és amikor megjött a medvepiac, bizony rengeteg minden likvidálódva lett, <kül> és ezért odáig, hogy ugye most már csődvédelmet kértek, és be is fogyasztották már jó ideje ugye a kiutalást. Beszéltem is pár nappal ezelőtt, a ex ceo akit itt láttok a képen, Alex mashinsky aki általában 10 millió dollárt utalt ki, nem sokkal az előtt, miért befogyasztották volna ezeket a kiutalási lehetőséget. Igen, ám? de most újabb embereket ferezhetünk föl, az XCS cso -t Daniel lyon és a CTO-t Nuke Goldenstein-t, és hogyha megnézzük, akkor itt lehet látni, hogy Lyon, ugye itt van Masinski, 10 millió dollárnyi kriptot utalt ki 2022 májusában, aztán Lyon kb. 7 millió dollárt, és egyébként 4 millió értékben e, ilyen biztosítékként e, letett e, cell tókent május 27-e és 31-e között, és Goldenstein pedig 13 millió dollár értékben, plusz ehhez 7,8 millió dollár értékben ismételten celsius ami úgy biztosítékként volt ugye ott. Tehát lehet látni, hogyha ezt összeadjuk, akkor ez 56 millió dollár összességében, amit ők kimenekítettek a celsius maguknak, még mielőtt bejelentették, hogy bizony, sorry, nagyon sajnáljuk, de ugye fel kell függeszteni itt a kiutalásokat. És ugye most ezt vizsgálják jelen pillanatban, hogy tudtak ők erről, már akkor ez tuti volt, hogy be fog dőlni, vagy minek köszönhető ez az óriási pénzkiáramlás az ő pénztárcájuk irányába, mert akkor aztán nagyon jó fejek, hogy, hogyha ha mondják, hogy persze mindent megteszünk, de azért saját maguk zsebeit azért gyorsan megtömködték. Na mindegy, ne ítéljünk előre, de minden esetre most ez egy ilyen botrányos téma itt a, a, a kriptovilágban, és úgy gondoltam, mindenképpen beszéljünk róla, mert ez azért rávilágít arra, hogy nagyon sokszor nem igazán tudjuk, hogy akkor is, hogyha egy arc és egy névpárosú mellé hogy az egy milyen ember, milyen hozzáállása van. Sokszor milyen múltját nézik a Teránál, Dovónál kiderült, hogy volt más projektje is, ami ilyen algoritmus alapú stablecoin, és már korábban bedőlt, de azt álnéven csinálta. Tehát innentől kezdve ez nem derült ki a Terra projekt kapcsán, csak utána, amikor ugye mélyebb rástak itt a dolgokban. Hm. Szóval azért ilyen ez a kriptóvilág. Bizonyos értelemben transzparens, de ugye vannak olyan pontok, itt ez a blokkláncra vonatkozik, viszont a mögötte lévő szem amilyek meg azért nagyon sokszor nem igazán. Hát ez még egy ilyen időszak. Na jó, ennyit akkor erről, és akkor jöjjön a kérdez felelek robot. És ha kérdezni szeretnél, tudod, nagyon egyszerű, akkor írsz a mindig aktuális videó alá, én pedig onnan szemezgetek, és azért még egyszer, hát ha valakit az elejét áttekertem, ne felejtsétek el, hogy a bátor tábor már ilyen közel áll 188 ezer forintra a céltól a 3 millióig, és ha céged van, akkor beszélj a munkát adóddal. Ugyanis nagyon-nagyon fontos, vagy hogyha saját cég, akkor olyan egyszerű, hogy ugye a támogatásnál 120%-os adójóváírási lehetőségre van lehetőség, az igazolást a bátor tábor kiállítja, akkor természetesen a cégednek. Szóval, hogyha egyéni vállalkozó vagy és cég, akkor ezen is elgondolkozhatsz, és ezzel tudod segíteni. De sok kicsi sokra megy, tehát aki úgy gondolja, hogy ja, én csak keveset tudok adni, és nem, minden, minden, minden forint számít, és nagyon közel vagyunk, nagyon közel vagyunk, és a hétvégén már maraton, tehát nagyon-nagyon izgalmas. Na, akkor viszont jöjjenek a kérdések. Szia Attila! A kérdésem az lenne, hogy milyen értéktől fölfelé lenne jobb ledgeren tartani a kriptovalutákat. A Binance-en mekkora összegig van garancia, közi szépen, és gratulálok a videókhoz, minden nap megnézem, és lájkot is adok. A lájkot nagyon szépen köszönöm, mert ez a részletekről a visszajelzés, hogy oké, okay, hogy ma is sem ezt a tartalmat, és nektek csak egy gomnyomás. Szóval, én ahogy le is írtam ide neked, mert ugye próbálok mindenkinek azért válaszolni, akik itt vannak, akár itt személyesen is, de hozom ide a, a, a kérdést, hogy másokat is érint, hogy én ezt nem tenném fix összegtől függővé, hanem ez mindenkinek igazából más jelent. Bocsánat, nem osztottam meg a képernyőt, és akkor előbb a bátor volt megosztva. Nem baj, ezt legalább elmondtam, oké, lényegtelen, de akkor itt látjátok a kérdést. Szóval, a lényeg az, hogy ezt olvastam föl hogy ne a, egy fix összektől tegyétek függővé. Tehát tételezzük fel, hogy valakinek nem olyan könnyű, és szerintem nagyon sok ember van, ö, több százer forintot félretenni, hogyha mondjuk probléma van ö, a váltóval, és az, az, az a dolog, és mondjuk nem tudsz hozzáférni. Szeretném mondjuk, ú, ki kell vennem, ki kell vennem, mert úgy érzem, hogy meg vagyok a profittal, szeretnék nyereséget realizálni, de nem tudom kivenni, aztán beszakad a piac, és akkor megy lefelé neked minden. Ö, ezért, akinek ö, több százer forint ö, már egy fontos összeg az életében, és igenis befolyásolja az életét, annak egy 20 ezer forintos lecser nem tétel. Hogyha ez fogja megmenteni, hogy, hogy az, a, az övé, hogy az ő kriptóját bármikor tudja egyébként kezelni. Mert a tudomány mostani állása szerint a offline hardware wallet a legbiztonságosabb ugye, tárolási mód de akinek azt mondja, hogy én igazából pár millió forintot is visszatudok ö, szerezni nem olyan hosszú időn belül, tehát olyan bebéterei vannak, az nyilván többet kockáztathat, mert akkor azt mondja, hogy jó, hát tudom, hogy be van a kockázat, de hogyha az valamiért bukom, akkor bukom, jó, hát és akkor utána szépen ezt visszatudom építeni. Tehát én ne attól tett függővé, hogy, hogy, hogy ö, így általánosan ez most mennyi pénz, hanem neked az az összeg mit jelent. És mindenki fogja érezni, hogy nekem ez már egy akkor összeg, hogy hát ezt azért, ezt azért biztonságosabban szeretném tartani. Az, hogy be vannak biztosítva, tehát a CZ is elmondta a Binance konferencián, azt hiszem van, ha jól emlékszem, egy, egy milliárd dolláros biztosításuk. De hogy ha őszinte legyek, akkor uh, itt azért nagyon sok minden neki vagy szolgáltatva utána. Tehát tudjuk, ez hogy megy, ha valami megtörtént, akkor ennek a folyamata, míg akkor utána kártanítják az embereket, a káros útakat, és az oda eljut hozzád. Közben meg lehet, hogy már olyan lehetőségek vannak a piacon, hogy lépnél, de nem tudsz, mert igazából még mindig ez a folyamat hogy kártalanítsanak, az még mindig folyik, tehát nem tudsz hozzájutni a kriptó, van egy jó lehetőség belépni, már ki kéne lépned, mert már érzed, hogy feszül a piac, és akkor viszont mire megkapod, addigra meg már bebukta az értékét. Tehát abszolút kiszolgáltatottság van. Tehát ezt mindig tudja, hogy, hogy azzal játszon, ami, ami neki belefér, és ez szerintem mindenképpen személyre szóló. Ez legalábbis az én véleményem róla. Aztán, szia, te éppen alapokban néztem vissza egy régi projektre, amit egy magyar youtuber ajánlott, mondván, hogy ez egy jó buli lesz, de a projekt weboldalán helyén csak egy számot találtam, 404. Hát ez van, a, nem a második kaja árát tettem bele a projektbe, így nem nagyon érdekel, igazából nevettem rajta egyet, ö, tanuló pénz. És akkor, igen, legyetek ezzel, ugye tegnap videóhoz kapcsolódik ez, hogy ott is volt a Kim Kardashian, aki, aki a rajongói előtt elhúzta a mézes madzokot, hogy mekkora buli van, de azért a részletekre elfelejtett ugye, rávilágítani. És hogy olyan youtuberrel találkozol, aki azt mondja, hogy ez egy tuti projekt, és lép be alám, és akkor majd itt az ha az alattad belépnek, és abból lesz pénz, akkor azért mindenki legyen tisztában, hogy a nagy megsegítés nem abban az irányban, hogy neked legyen nagyon jó, hanem ő neki lesz ebből pénzei, és egyébként persze te is szállj be saját kockázatra, de azért tudjuk jól, hogy a kriptóban lévő MLM rendszerek nagyon-nagyon nagy százaléka kamu egy idővel belül. Nem azt mondom, hogy nem lehet egy-egy jó projekt. Nyilván, ilyet, ilyet nem mondok, mert mindig, mindig van kivétel. De nekem ezek a rendszerek, ezek, hogy valahova be kell nekem fizetni oda pénzeket, amit nem én kontrollálok, ha nem a te privát kulcsod, nem a te kriptód, ezzel mindenki ilyen tisztában. Magyarul kiadod. Gondolj bele, hogyha valakinek kölcsön akarsz adni egy barát kölcsönkértőre, és azt mondod, hogy én majd megadom. Hát ki ne fogsz kölcsön adni olyan barátnak, hogy itt talán nagyon bízol benne. Itt meg azt mondod, hogy ó, azt mondjátok, jó buri lesz, hát akkor teszek ebbe az okos szerződésbe, oda beteszem, és tényleg utána majd kivehetem, meg nagyon jó lesz a hozam, meg tényleg ekkora százalékot lehet verek. Persze, 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 mit ki fogunk fizetni, hogy de Nem ismersz, nem tudod, hol vagyunk, nem lehet beazonosítani valamilyen észtországi, nem tudom, hogy posta címen, tök mindegy, kamu emberekkel sokszor. De, de, de megbízom ennek, és odaad a pénzet, hogy majd keressen, keressél rajta. Szóval ezt nem is értettem, hogy az emberek ezen nem gondolkoznak el, hogy, hogy, hogy egyébként a barátjuknak is sokszor alig akarnak kölcsönadni, mert hogy jó, hogyan kapom vissza, mint lesz. Vad idegen meg azt mondja, hogy ezen most megkeresel, és Persze. Mi a biztosíték? Hogyan fogod visszakapni? Kiadtad a kezedből? Ott van a kriptó náluk. És ha nem utalják vissza, és ha blokkolják azt, hogy te ki tud venni, akkor mit fogsz csinálni? Jelented a rendőrségen? Persze jelenteted. Mész ezzel valamire? Nem igazán. Tehát ezzel tisztában kell lenni. Szóval vigyázzatok, vigyázzatok! Ezzel rengeteg ilyen külföldi youtuber is van, akik akik, akik ilyeneket csinálnak, ö, reklámoznak mindenféle projekteket, hogy szálljál be, és nagyon nagy buli lesz, és, és akkor még alattad is, és, és abból is keresel pénzt, és nagyon jó, és fényűzés van, és hát tudjátok, nagyon szeretik a, a csillogó villogó dolgokat megmutatni fenntartással. Jó? A kriptó pont arról szól hogy itt igazából a saját kezedbe veheted az irányítást. Pont arról szól, hogy csomószor hogy a kriptóban lehet peer-to-peer -peer felhasználó és felhasználó között utalni, nem is kell harmadik személyben. Tehát ebbe az irányba fejlődünk egy kicsit, hogy hogy, hogy te kontrollálod a dolgokat, akkor ne adjuk már ki pont. Hát azt csináljuk a nem tudom, banki rendszerben úgyis. A, a, persze, ott azért elég sokkal jobb garanciák vannak, sokkal jobb garanciák, mint a kriptóban jelen pillanatban. Ennek ellenére, ki vagy szolgáltatva. Oké. Okay. Aztán valaki írta itt, hogy egyáltalán nem a Fed vagy Musk hírtől mozog a piac, még, még mindig nevetek ezeken az elemzéseken, hogy pánák meg Musk. Szeretem ezeket a hozzászólásokat, csak nem tudom, hogy mi jön akkor utána, mert itt többen is írták, hogy nagyszerű, de akkor info. Én is mondtam, hogy tök jó, csak akkor kicsi több infót kérünk, mert ez a közösség arról szól, hogy egymást támogassuk, egymást segítsük, eljátsuk információkat. De valakit kinevetni és nem adni semmit, az abszolút egy inkorrekt dolog. Tehát én itt várom a ilyenkor, hogyha valaki egyáltalán ír, nem kell írni, de hogyha egyáltalán ír, akkor konkrét dolgoknak a lebontását, hogy, hogy tudjunk valamit vele kezdeni, segítsük egymást. Tehát látjátok, én minden nap csinálom ezt a videókat, pont azért olyan infókat gyűjtök össze, ami úgy gondolom rávilági dolgokra is. Én, és akkor ez egy szubjektív vélemény, Nézvén a piacot, én úgy gondolom, hogyha a Fed hoz egy kamad döntést, hogyha kitör egy háború, hogyha történik egy pandémiás helyzet, és ezzel egy időben bezuhan a piac, akkor igenis van ezeknek a döntéseknek hatása számos befektető döntésére nem abba akarok elmenni, hogy itt most tudom és tisztelek vele, hogy vannak háttérben lévő nagy hatalmak, és így tovább, oké, okay, rendben, nagyok mozgatják a kártyákat. De te, én, más kis befektető, egy, aki, aki mondjuk nincs mondjuk például a stratégiája, hanem mondjuk abszolút az érzelmei befolyásolják, akkor egy jó hír kapcsán nem fog befektetni, vagy egy rossz hír kapcsán nem fog pánikolni? Dehogy nem. És azért rengeteg, rengeteg ilyen befektető van, nem csak az a pár nagy, aki konkrétan rálát mindenre, és ugye a döntéseket a, a kezébe tartja, ugyanis így működik az, hogy hogy így tudják ezeket kihasználni a, a kicsiket, hogy, hogy, hogy a FOMO, hát lehet látni, amikor felfele megyünk, ahogy mentünk 2017-ben is felfele, mint az őrült. Miért? Mert sok kis ember elkezdett beszállni a bitcoinba, aztán utána kidúrant a lufi, és utána teljesen leesett. Tehát mindig vannak ilyenek, és, és, lesznek is természetesen ilyenek. De ennek ellenére nagyon szívesen veszek ötleteket, nagyon szívesen veszek, tök jó beszélgetni, tudjátok, én őszintén nyíltan mindenről dumáljunk itt, pont azt akarom, hogy ez egy nagyon olyan csatorn legyen, ahol tényleg tárgyalagosan át tudjuk beszélni a dolgokat, objektíven amennyire lehet. De, 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 viszont több kell annál. Tehát örülök a komment szekciónak, és nagyon jó kérdések vannak, és sokszor nagyon okos ö, hozzászólások, és is szuper csapat vagytok. Csak fél információkat ne hagyjunk itt, hanem tényleg akkor, akkor, akkor beszélgessünk. Na, erre gondoltam, ezért gondoltam, hogy ö, ilyenre is rávilágítok, mert azt szeretném, hogy ti a legtöbbet tudjátok ebből a BCB blockchain Bloom-as közösségből kihozni. Köszönöm szépen a figyelmet mára is, hogy nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszik, amit csinálok, és iratkozzatok fel erre a csatornára, mert látjátok, hogy napi szinten már több short videó is jön ki, akár hétvégén is ugye itt vannak ezek, és több social felületen csinálom ezeket a rövid videókat. Ott van a TikTok is, és emellett pedig minden hétköznap hozom ezeket a hosszabb félórás videókat, hogy tényleg kicsit átbeszéljük a mostani helyzetet, mindig az aznapit, hogy medvepiac, pika piac, tök mindegy, ti napra készek legyetek. Köszönöm a figyelmet, holnap találkozunk, sziasztok!